áldást és békességet kívánva köszöntöm fasori zenés esténk vendégeit. Köszönöm, hogy jelenlétükkel is megtisztelték ezt a mai kivételesen szép évfordulót, és kérem, engedjék meg, hogy néhány gondolatot én is hozzáfűzzek ehhez a különleges estéhez. Az évfordulók számon tartása, megünneplése mindig meggazdagít bennünket. Ezt én inkább szemléletmódnak, mint memória kérdésének érzem. Persze előfordul, hogy a dátumokkal olykor hadilában áll az ember. Louis Vierne 150. születésnapján arra szeretnék koncentrálni, mit üzen nekünk egy 67 éves, nagy sikerek és nagy küzdelmek mentén megvalósult életút, amely kivételes helyen, kivételes módon ford egybe a zene misztériumával. Mesterségét César Franktól és Charles-Marie Vidortól tanulta, majd Európa szimbólumszerű katedrálisában, a párizsi Notre-Dame-ban a világ legszebb orgonája inspirálta. Ezeknek a hatásoknak engedve, mivel éppen a korszakban benne élt, megteremtette az impresszionizmus saját nyelvét az orgona zenében. Azonban lehetséges, hogy valamiféle isteni figyelmetlenség áldozatává vált azzal, hogy nem láthatta a katedrális oly meghatározó építészeti struktúráját, aminek puszta szemlélése is felemelő. Az igazságot azt hiszem éppen ellenkező irányban kell keresnünk. Mivel nem láthatta azt, ami majdnem minden ember számára elérhető, egy lehetősége maradt, a láthatatlanokat megragadni. Erre a felismerésre bennem rögtön az fogalmazódott meg, hogy valóban milyen szép és eszményi, ha a művészetemmel a láthatatlanokra tudom irányítani a figyelmet. A láthatók ugyanis ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szebb programja pedig egy művésznek nem is lehet annál, mint hogy az örökké valókra irányítsa közönsége figyelmét. Ez a törekvés határoz meg itt a fasori templomban is minden mozzanatot, és tanít bennünket az örökkévalókra figyelni. Egy édesapának hatalmas szívfájdalom lehet először 17 éves, majd 10 éves fiát elveszíteni. Így történt ez Jacques és André nevű fiaival is. A tragédiák viszont lehetőséget adnak arra, hogy szívünkben megmozduljunk afelé, akitől életünket és benne minden jót kaptunk. Vient nem hagyta el az alkotó kedve. Kollégámmal, Deák Lászlóval, egy korábbi és három jelenlegi tanítványommal arra vállalkoztunk, hogy a 30 évet átfogó 6 szimfóniájának mindegyikéből megszólaltatunk ma este egy-egy tételt. Az első szimfónia prélüdjét és a második szimfónia koráliát Csutorás Karolina és Varga Zsófia adták elő. A harmadik szimfónia szkercója, majd a negyedik allegrója, Deák László és Tóka Ágoston interpretációjában hangzott el. Haladunk tovább háromszor két darabos felosztásban. Következik a leghosszabb lassú tétel, az ötödik szimfónia Larghettója, Vizi Dávid előadásában. Végül a hatodik szimfónia finálja saját tolmácsolásban. Számomra egy 36 éves, izgalmas utazás ér körbe ma este azzal, hogy az orgona szakra annak idején többek között ezzel a tétellel felvételiztem. A gondolatsort
azzal a vallomással zárom, hogy őszintén szólva alig reméltem, hogy kedvenc zeneszerzőm születésnapján református templom orgonája bizonyul majd Budapesten legalkalmasabbnak arra, hogy ilyen műveket autentikusan adjunk elő. Hallgassák szeretettel, és ne feledjék tekintetüket a láthatatlanok, az örökké valók felé fordítani.